Hisz bűnöd miatt buktál el. Bűnbánó lélekkel térjetek vissza az Úrhoz. Szavatokat hozzátok elébe, és mondjátok neki. Védj el minden gonoszságot, hogy elnyerjük a jót, és ajkunk gyümölcsét hozhassuk áldozatul. Asszíria nem segít rajtunk, lóra sem szállunk többé. Nem mondjuk kezünk alkotásának ezután, te vagy a mi Istenünk, mert az árva csak nálad talál irgalmat. Az Úr pedig ezt az ígéretet tette.
Meggyógyítom hűtlenségüket, és szívemből szeretni fogom őket, elfordul tőlük haragom. Népemhez olyan leszek, mint a harmat, virul majd, mint a lilium, gyökeret ereszt, mint a nyárfa. Hajtásai messze ágaznak, pompás lesz, mint az olajfa, és illatos, mint a libanon. Visszatérnek, és árnyékomban laknak, búzát termelnek, és gondozzák a szőlőt, amelynek olyan híre lesz, mint a libanon bora. Efraimnak ezentúl nem lesz köze a bálványokhoz. Én hallgatom meg, én viselek rá gondot. Olyan leszek, mint a zöldellő jegenyefenyő, nálam találnak gazdag gyümölcsre. Aki bölcs, értse meg ezeket, aki értelmes, lássa be ezt mind, mert egyenesek az Úr útjai, azokon járnak az igazak, de a gonoszok elbuknak rajtuk. Ez az Isten igéje. Abban az időben Jézus így tanította apostolait. Íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek. Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem atyátok lelke szól belőletek. Halálra adja majd testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az ember fia. Ezek az evangélium igéi.
Kedves testvéreim, pénteki nap van, bűnbánati nap, és sokszor mi is tapasztaljuk bűnösségünket, és mit tehetünk? Akár elképzelhető, hogy úgy bele sodródunk ezekbe a dolgokba, hogy kétségbe esünk. A többség talán inkább azt választja, hogy nem törődik vele egy idő után, hogy bűnös, megszokja, és így egyre nagyobb távolságba kerül az Istentől. Aki kétségbe esik, gyorsan nagy távolságba kerül az Istentől, ezért nevezzük ezt a kétségbeesést az egyik Szentlélek elleni bűnnek, aki pedig nem törődik vele, az szépen lassan, de egyre inkább távol kerül Istentől. A jó választás az, hogy mielőbb visszaszaladunk Istenhez, bocsánatot kérünk, és bízunk az ő irgalmában. Ha ezt választjuk, akkor engedjük, hogy gyógyítson bennünket, és tovább fejlődünk, ahogyan a nemes növény gyökeret és hajtást növeszt, és jó gyümölcsöt hoz. Ezt előbb hallottuk az olvasmányunkban, ezt a példát, hasonlatot. Persze, aztán jönnek az újabb problémák. Támad az ellenség, emberek, akár rokonok, testvérek. Érdekellentétek keletkeznek, félelem és irigység, ami ott van körülöttünk, vagy akár bennünk. És bizony lesz kísértés, és lehet, hogy hamar újra beleesünk a bűnbe is. Világunk nem egyszerű, és nem mindig könnyű benne igaz kereszténynek lenni, kitartani a hitben, és erkölcsösen élni. Ehhez az élethez tanácsolja Jézus, legyetek okosak, mint a kígyó, és egyszerűek, mint a galamb. Bizony! Thank you.
Uram, nem vagyunk méltó, hogy hajlaljunk vagy jönnek, hanem csak egy szóval van, és megújul az életet. Ooh.